Sok szeretettel köszöntöm Önöket, azokat, akik néznek, és azokat is, akik hallgatnak minket. Egy igazán különleges vendéget köszönhetünk a stúdióban, Garamvölgyi László, Dandel tábornokot, az ORFK 23 évig regnáló szóvivőjét Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hamarosan kezdünk, de addig is azt kérem, hogy aki még nem tette meg, az iratkozom fel a csatornánkra. Belügyminiszterek, főkapitányok, budapesti főkapitányok, országos főkapitányok, BRFK szóvivők jöttek, mentek. Egy biztos pont volt a rendőrségen belül, Garhan Völgyi László. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tegeződni fogunk, mivel egész sokáig kollégák voltunk. A nagy korkonomség ellenére is köszönöm szépen, hogy ezt felajánlottad. Oknyom, az újságíró akartál lenni, Laci, még a 70-es években. Hogy, hogy lettél? Valódi nyomozó, aztán később pedig a rendőrség arca. Köszönöm szépen a meghívást. Ritkán van nekem arra lehetőségem, hogy a múltról beszéljek, de azért sok varga betűvel jutottam én. Eddig az biztos, hogy a középiskolában volt egy ilyen. Én technikumot végeztem, Miskolcón jártam iskolába. Szakközépiskola volt akkor a neve, és utána lehetett magasabb végzettséget szerezni, vagy szakmában, de nem dolgoztam, egy átlás gépésztechnikus eredeti. Vagy a munkakönyvben talán még ez is benne van, mert a gyakorlatokat azt a ottani gyárba töltöttem, de a lényeg az, hogy volt fali újság, én ezt elkezdtem szerkeszteni. Ugye a középiskola azért 14-15 éves kortól kezdődik, és volt valami affinitásom hozzá, most hozzá tartozik az, hogy egy ilyen műszaki iskolába a humán beállítottság, tehát ha másból nem, akkor magyar nyelvi ésrodalban jeles voltam, de a lényeg az, hogy ö, azt szerettem volna, hogy én valahol a médiában, akkor ezt nem úgy hívták, hanem sajtó, helyezkedjen el. És akkor bevonultam katonának, le akartam tudni a kötelezettséget 18 évesen, és a katonaságtól jelentkeztem, hogy akkor egy újságíró iskola volt a Bálint György, illetőleg pontosabban a katonaságnál volt ö, egy olyan nem tudom, a kedves hallgatók vagy nézők nem emlékeznek rá a fiatalabbak, hogy a magyar ifjúság, ez egy a KISZ Központi Bizottságnak volt a lapja, és megjelent egy ilyen pályázat, irodalmi pályázat, novellákat lehetett beküldeni, stb. És az első tíz helyezett az felvétel nélkül juthatott be. Ö, ugye a, a, ez egy elitiskola volt, hála Istennek olyan tanárok tanítottak, mint ugye akkor. akkor ezek, hát a Tabi László például, vagy Pálfi József, Robert László, elvárkonyi ők voltak a tanárok, sajnos egyikünk sem él. Az osztályfőnököm egyébként Kovács Imre volt nyugodjon békében, egy rendkívül tehetséges és humánus ember, aki az akkori magyar hillatnak volt a főszerkesztő helyettes, azt hiszem, és ő volt az osztályfőnök. A lényeg az, hogy mindenképpen újságíró szerettem volna lenni, és már gyakornok voltam, amikor kiderült, hogy oknyomozó. Hát abban az időben már megjelentek azért a mozikban, de a magyar tévékben is, csak az amerikai filmek, ahol egy oknyomozó újságíró ilyen kriminalisztikai eszközökkel. Sok akció túls jelentett. Hát ez a Watergate-botrány, után, az után 7... volt már egy így pár van. évvel. 73, Tehát... igen, az a Watergate-botrány, és nem véletlen, ugye a Carl Brustin és a Bob Woodward Pulitzer díjas is lett. Bár ha erre visszatudunk ez egy nagy ö, ö, csúsztatás, mert 73-tól ugye a szakirodalom datája az oknyomozó újságírást. De ez nem így van. A lényeg az, hogy bár elfogadjuk, ők azért dolgoztak ezzel, és akkor volt egy ilyen ózdi kohászati üzemeknél egy ilyen melléktermék, ugye ott kohászat volt, és a salakból ilyen úgynevezett szilikát blokkokat gyártottak, ami nagy méretű volt, tehát sokkal gazdaságosabb és gyorsabb volt ebből ilyen négy emeletes házakat építeni, amiről kiderült, hogy valamilyen sugárzó anyag van, és akkor betegednek a lakók, és ezt ki kellene bogozni, és akkor már a, hát a főnökön volt a osztályfőnök, és mondtam, hogy hát szeretném ezt azért lemenni. Abba az időben egyébként napi díj járt, sofőr, autó, stb. De nyilván nekem még ezt nem adta, levonatoztam volna, pár napot eltöltök. De most ugye a, egy riportot megírna az, az egyik legnehezebb műfaj, és akkor ezt egy ilyen oknyomozó riportként szerettem volna megírni, de nem engedte, és mondta, atya jó barátom volt egyébként, és lehet, hogy jó indulat dolog is, mondta, hogy hát fiam, hát, ha nyomozni akarsz, ugye ez a 70-es évek még az, ez a puha diktatúrának a kezdete volt, 80-as évekre mondják, hogy már fölazult a az államszociális, de a lényeg az hogy, hogy, hát fiam, ha nyomozni akarsz, mennyi rendőrnek. Ennyi. Nagyon rosszul esett, és hazamentem, elmondtam a szüleimnek, hogy ezt mondta a főnököm, de ezért szerettem volna, mindegy, és akkor apámnak ugye volt egy ismerőse a második, én úgy kerültem a második kapitánságra, ugye, és a lényeg az, hogy, hogy akkor beajánlott oda, behívott a kapitány, nyugodjon békébe Szabó Györgynek hívták egy rendkívül korrekt ember volt, ugye a szocializmusban nehéz ezt mondani, de úgy, mondanám inkább, hogy, hogy pártpolitika semleges volt, csak a szakmát preferálta, de nem volt hely a bűnügyi osztályon, ahol nyomozni lehetett. Akkor más világ volt. És mondta, hogy behívott, azt mondja, gyere ide, csendőrpertú volt. Ugye a katonaságnál se szerettem ezt nagyon, meg az egyenruhát sem. gyere ide, ugye hát én nem mertem visszategezni, hát volt köztünk vagy húsz év, meg nem is ajánlott a Föld, de a lényeg az, hogy járől leszel, megismered, ha hát nem ismertem azért, nem a rózsadomból áll a második köröt, mint az én. Nekem terra incognita volt például a, a, a Kalef, ugye, a Szél Kálmán tér, mikor amikor én akkor a nevén tér, e, hideg kutató, a kettő pár rákerült minden. Gyere ide, megismered a kerületet és a bűnözőket. És mihelyt lesz hely át? Raklak a bűnögyre, ez másfél éven be, Tehát, és kezdtem megszeretni a járőt. Ugye, ott én mindenhonnan alulról indultam. Tehát járőr voltam, gyalogos, aztán fél után kocsira kerültem, egy év után járőrvezető lettem, ugye hát akinek érettsége volt, stb. De nem tanultam a szakmát. És akkor innentől kezdve ugye nagyon becsületes és korrekt volt szava, tartó ember átrakott másfél év után a bűnügyre, és akkor ott is a kis nyomozó voltam kerületbe, aztán tíz év teltem, amire a BRFK-ra kerültem, utána életvédelmi ügyekbe, vagy, vagy ügyekbe, és akkor a rendszerváltás előtt már a orfk kás voltam, tehát ez egy szédítő karrier volt, de nem voltam vezető, csak kiemelt nyomozó vagy feladó. És így, így, így ért engem az 1989-es rendszerváltoztatás. Uh -huh. 1990-ben alakult meg az orf n a hogyha jól emlékszem. Igen, így van. Rögtön oda kerültél, vagy, vagy akkor még nyomozóként? Hányba kerültél a, a Én oda... kommunikációval kapcsolatban? Én 88-ban kerültem a kommunikáció kapcsolatban, kapcsolatban sőt, hát amikor rendőr lettem, már ugye a, a Zsaru magazin elődje volt a magyar rendőr, ugye az nem egy utcai lap volt, hanem de hát komoly. Az, az belső, lap belső lap volt. Lap volt. komoly, volt. És akkor én abban elkezdtem írni, én jelentkeztem a magyar rendőr szerkesztőségébe, hogy itt vagyok, rengeteg ügye volt, először mint ugye járőr, megírtam a történeteket, utcai eseményeket, az is elég érdekes volt, aztán nyomozóként a saját ügyeimet, és aztán szerkesztő lettem ott, és volt egy oldalam, egy kolumna, de 1990-ben ugye a rendszerváltoztás után rendhagyó módon nem is volt még ORFK, ugye, egy civil főkapitány lett, Szabó Győzőnek hívták, aki egy kiváló, a Vasmegyei Bíróság elnöke volt, egy kiváló jogász volt, és jó ritmus érzékel, fölismerte azt, nem volt nehéz, ugye megszűnt a cenzúra, jöttek az újságírói megkeresések, ugye? A 40 év azért az egy ezoterikus zártság volt a rendőrségnek, állampolgároknak egyébként jogok volt tudni, hogy mi történik, csak ugye egy, egy dolgot nem szabad elfelejteni. A 90-ben ugye történt egy rendszerváltoztatás, elkezdték az orf t fölállítani, főigazgatóságokat, főosztályokat átszervezni, vagy létrehozni, sok nem is létezett még korábban. Közben jöttek ezek az újságíró megkeresések, ami érthető módon nem csak konkrét ügyről szólt, Hozzáteszem, hogy 89-ben az ellenzéki Kerekasztalt tárgyalásokon ott szerepelt a sarkalatos törvények között a rendőrségről szóló törvény. Ezt mindenki megígérte. Mikor lett rendőrségi törvény? 1994. október 1-é. Tehát, mint gyakorlatilag egy miniszter ö, 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 vagy egy. Vagy egy, egy ö, ö, Miniszter tanácsi vagy, vagy törvény, ö, miniszteri ö, ö, rendelettel működtünk, ugye, mert nem volt korábban. Tehát a, a jogállam erről szól, hogy, hogy a közigazgatási szerveket, ugye, törvényerejű rendelet volt, igen. A, törvénybe kell szabályozni a működéseket. A lényeg az, hogy ő ezt felismerte, hiszen kik tudtak, vezetőket kerestek meg az újságírók, vagy voltak ismerősei, ők nem ezzel foglalkoztak, nekik ott volt a szakma, és akkor egy embrionális formában rétrehozta a sajtóirodát, ugye embrionális forma az három és fél fő volt, Azért fél, mert volt egy négy órás nyugdíjas kolléga, aki a sajtó szemlét minden reggel elkészítette a vezetőség számára. Ugye négy órakor bement, megvásárolta az újságokat és rendőrséget érintő cikkeket. szemlézte. Nem én voltam az első sajtófőnök, hanem Suha György, aki civilként, ugye, de valamilyen affinitással, ugye, pályázat útján került a sajtó iroda, nem is. A Vonikátszó és akkor ők kerestek olyan embereket, akik rendőrök, de, de valami újságíró kötődésük volt, és akkor még egy ilyen manuális, humán nyilvántartásból kikerestek engem, és hívtak. És akkor én az ORFK-vizsgálati főosztályon dolgoztam, tehát orfk belül mozogtam. Nyomozóként mi volt a legemlékezetesebb ügyed? Van olyan, amire így még ennyi évtávlatából is most már jó 30 év távlatából, és szívesen emlékszel valami komolyabb elfogás, vagy... Hát, ha, szabad de ezt mondanom, hogy, hogy járőrként fogtam egy gyilkost. Tehát ugye a más világ volt akkor, a második kerületben, ugye a Franki utcában az egy ilyen gangos, klasszikus bérház, a földszinti lakásba Találtak egy holttestet, egy idős nyugdíjas bácsit, ugye öltek meg, szó szerint, ugye agyonvertek, de a lényege az volt, hogy, hogy napokig nem jelentkezett, és jött a postás. Volt, amikor elment vidékre, és gyakorlatilag több napot ott töltött. De a nyugdíjra ugye akkor még nem volt utalás, hazajött, hogy átvegye a nyugdíjat, és nem nyitott ajtót. Szóltak, ugye én akkor pont szolgálatba voltam, küldött a ugye, ügyelet, hogy menjünk oda, menjünk oda a járőtársammal, és a lényeg az, hogy be kell törni az ajtót, de már amikor odaértünk a földszintű lakásra, akkor ö, erős, tehát, t -t -t, és ez egy ilyen miárin időszakot, erős, ugye hullaszag érződött, és akkor trutnás módon nagyon verték, de olyan módon egyébként, hogy, hogy valószínű, ö, ilyen, ö, ilyen, tolpárnát tettek a fejére, hogy ne, és akkor ilyen kalapácsa, és meg vasrúddal, stb. A lényeg az, hogy forró nyomon elindultunk, és nem messze, ugye, természetesen első dolog ilyenkor információ, a házmestertől megtudtuk, hogy kivel tartja, ki jel. Oda, és akkor egy fiatal házas párt neveztek meg, aki szintén már nem volt ott napok óta, mert hogyha a áldozat <coughs> bocsánat, otthon volt, akkor mindig meglátogatták, ez is gyanús volt, <coughs> és elmondták, hogy hát általában a Kolosi téren szoktak italozni. Akkor még voltak ilyen úgynevezett talponállók, tehát hogy az utcán szolgálták, vagy az utcán ilyen, ilyen masztaloknál lehetett italozni, és akkor mi volonyóan oda mentünk, és egy rövid üldözés után elfogtuk őket. A lényeg az, hogy ebben az esetben, mint amikor bűnügyes voltam, akkor én magam is ezt tapasztaltam, a járőrnek ugye értesíteni kell, hogy bizottságot küldjenek is a, helyszínre, mert ez, ezt le kellett helyszínelni, de miután ott egy ilyen forró nyomos lehetőség, ezért utána mentünk, Mire a bizottság kijött, már mi visszavittük a gyanúsítottakat megbilincselve. De sok ügyen volt, most ezt nem akarom részletezni. Miután a urf nak lettél a szóvivője, ez hányban volt egész pontosan, mert e, mikor neveztek ki szóvivő? 92-ben. 1992-ben. Akkor még a taxis blokádot azt még nem te Kommunikáltad, de már ott voltál a sajtóirat. Ott voltam, hogy ne ott voltam. A de nyilatkoztam, én csak nem voltam kinevezve, tehát megbízva voltam. Hogy érezted abban az időben, hogy a politika mennyire használta a rendőrséget, vagy, vagy használta a rendőrséget utána? Ugye volt a taxisblokád, ami mai napig vitatott éppen, most nemrég készült egy film róla, hogy mennyire szerepelt ott a politika részvevőként vagy szervezőként a háttérből. Utána volt ez a kattáni csoport, ha Emlékszel rá, ott is ugye, hát a kis ilyen egész, egész komoly legendái vannak, hogy kinek a megbízására hogyan, miket csináltak, hogy mennyire avatkozott bele ott a rendszerváltás után évekbe a munkátokba a politika, közvetlenül vagy közvetve. Én ezt nem éreztem. Tehát én nem voltam akkor olyan beosztásban, ott voltam a vezető értekezleteken. De igazándiból, amikor 98-ban létrejött a Kommunikációs Igazgatóság, ugye akkor megint egy kormányváltás történt, akkor már a, a szűk vezetéshez tartoztam a beosztásomnál fogva, meg, meg nekem mindig az országos főkapitány volt a főnököm. Tehát ugye elhangzott, elmondtad, hogy, hogy az, ez, 9 főkapitányt és 11 minisztert szolgáltam ki vagy alatt szolgáltam, de a legfontosabb az, hogy mindenki más volt, és mindenkivel azért meg kell találni a ö, hangot. Hozzáteszem, hogy azért köztudott volt rólam, hogy én abszolút politika semleges vagyok. Tehát ugye a 11 miniszter azt jelenti, hogy több kormány és több párt ugye a választásokat. Tudták, hogy én az ügy vagyok, és ezt én el is hittem. És, ö, azt mondanám, hogy mániákusan ragaszkodtam a szakmához. Az egy másik kérdés, hogy ugye a 90-es évek legelején milyen, milyen politikai káoszt okozott, ugye egy taxisblokkát. De az előbb mondtam, hogy ezt, ezt én nem éreztem. Tehát nem éreztem. Az egy másik kérdés, természetesen, hogy megbénult az ország. Tehát ez is egy deprimáló és demoralizáló ö, ugye jelenség volt, vagy hatás az állampolgák nem tudtak közlekedni, ugye csak a, a mentőket, rendőrséget meg a, a élelmiszert szállító járműveket engedték át a taxisok, és ugye az volt egy film is erről készült, ugye a blokádról. a lényeg az, hogy, hogy, hogy volt egy egy ugye, egy úgynevezett állampolgári kezdemény, és akkor volt ugye, tártok is tüntettek, ellentüntetés, és így tovább. De nekünk azzal kellett foglalkozni, hogy biztosítsuk ezeket, ugye? Tehát uh, volt, ahol azért pattanásig feszült a rékül, nem mindenki szimpatizált a taxisokkal. Az egy más kérdés, hogy nagyon sokan úgy gondolták, nem tudom hányszorosára emelték a benzin állat, ami az állampolgákat is érinti, hogy azért a taxisoknak igazok van, de ugye általában, ugye én a kriziskommunikációt preferáltam, Hogyha azt mondják, hogy valamilyen jó voltam abban, ugye elég ö, elmélyültem. A lényeg az, hogy, hogy az első pár órában még, vagy, vagy eltelt egy nap, még azért nem érezték az állampolgárok, ugye, hogy a helyváltoztatás az korlátozott, másnap ugye munkába kéne menni, de nem tudom. És ahogy, ahogy ö, telt az idő, eszkalálódott a helyzet, ugye? Szerencsére ennek három nap alatt még -e volt, de ott azért voltak ilyen politikai Ö, ö, csatározások, és, az, és volt egy új fiatal kormány, ugye? Tehát egy MDF-es kormány volt, azt hiszem, koalícióban volt, ö, és, és a lényeg az, hogy de az MDF nyerte a választásokat, és a lényeg az, hogy ugye talán még úgy is gondolták, hogy, hogy valamiféle visszarendeződés következik be, mint ahogy 1994-ben, ugye általában a, a posztolcős ország már is négy év múlva volt ott a rendszerváltoztatás után választás, visszarendeződés történt, mint ahogy nálunk is, ugye? Hát azt hiszem 75 kal ugye az MSP, az MSZNP utolsó pártja nyerte a választást, és 94-ben ugye csak azért, hogy azért legyen koalíció az sds el lépett koalíció. De ez azt jelenti, hogy 90-től 94-ig ott is volt két miniszter, ugye, mert sajnos ugye Antal József meghalt, és a belügyminiszter Boros Én Péter van. ugye lett a miniszterelnök, de ugye 94-től meg egy másik miniszter lett, mert másik, ugye a koalíciós tárgyalásokon, ugye másik tárca adta a miniszter. Tehát visszatérve a lényegre, ezt a politikai nyomást én utólag éreztem, de nekünk szakmailag soha nem volt. Mindig megkérdezték tőlem, amikor még én szóvivő voltam, miért ez több mint két évtized, hogy, hogy, hogy kapott-e az országos főkapitány valami politikai utasítást, vagy megrendelést. Én egyik főkapitányról sem tudom. Az a más kérdés, hogy 94. október 1 én amikor a rendőrségi törvény életbe lépett, akkor ezt abszolút tisztázták ezt a dolgot, mert az országos főkapitány ugye, az, az nem politikai státusz. Hát elvileg. E, azért sokszor gyakorlat nem ezt mutatta. E, ebben a 23 évben e, hányszor akartak téged kirugatni? Vagy volt -e olyan, hogy magadtól álltál föl? vagy akartál fölállni. Hát nem volt, mert ugye 23 évig maradtál, de, de euh, volt-e volt ilyen irányú törekvés, hogy téged valaki kipöcköljön onnan? Volt ilyen, volt ilyen de ugye nem, nem rúgtak ki, csak leváltottak. Tehát az egyik, az, az, egyik ilyen volt a mór. Mór után váltottak le, vagy mentettek föl a szóvívőségtől, de akkor is maradtam igazgató. Tehát nekem ugye az volt a nagy problémám. De ott miért? A... Az a helyzet, ugye, hogy ö, Hát nem tudom, kedves nézők, vagy hallgatók emlékeznek rá, ugye mor 2002. május 9. Példátlan a magyar kriminaliztek a történetében, ugye egy bankrablás során nyolc embert, ugye, meggyilkolnak brutális módon, hat a helyszínen, kettő ö, ö, sértett, pedig a kórházban halt meg. És ö, én ugye hozzátartozik az, hogy egy benfentes újságíró hívott föl, akitől ugye mindig kaptam olyan információkat, ami, ami hamarabb tudott, mint, mint ugye a, a rendőrségnek az ügyeleti szolgálata, és akkor én, én voltam az első a járőr után, aki odaérkezett a helyszínen, mert siófokon voltam egy konferencia, és láttam, hogy kihív, és kimentem, <kül> tudtam, hogy nagyon fontos dolog, és akkor ő elmondta, hogy és, hát az ő fülese úgy nézett ki, hogy te azt mondja elképzelhető, hogy az egyik bankban megöltek pár embert, így. Mondom, hol? Móron. Ez volt az információ. Na most ugye ebbe a pillanatban, utána nézek, ebbe a pillanatban, miután ő nagyon hiteles volt, a tamilokra is hívott föl először, meg stb. Ahol ugye 36 szerencsétlen ember találtak, hogy a kamionban győr 94-ben, de nem az az örökes, hanem azonnal hívtam az ORFK főügyeletét, akinek ugye annyi információja volt, hogy érkezett egy bejelentés, és úton van, na most hozzátartozik, 600 méterre van a Móri kapitányság, úton van a járőr, gyalog átment oda, és megnézte a helyszínt, hogy mi történt ott, ugye? <kül> Nyilvánvalóan gyanús volt, hogy telefont nem vették föl, nem reagált senki, mert hát akkor sajnos mindenki meghalt, de akik ott voltak, ugye, a lényeg az, hogy ezt az információt leellenőrizték, és én ennek ellenére, hogy még nem kaptam vissza a kocsiban, ugye erősítette meg a, az ügyeletnek a vezetője, már elindultam. És akkor gyakorlatilag még ott volt a járőr, és láttuk, hogy mi a helyzet, de nem sokára ugye megjöttek a szakemberek. A, a lényeg az, hogy ugye ez, ez példát a magyar kriminalista, de Európában is egy bankrablás során, ugye? Na most az a baj, hogy ebben nem volt tettes. Két és fél hónapig. Ugye? De, ugye a a kajzer is hajtó, először. Először ők, őket gyanúsították meg, de ez két és fél hónap volt. Az egy másik kérdés, hogy aztán kiderült, hogy mégsem, bár sok bűncselek, mint elkövettek, de, de egyébként ugye mindig kritikaként kapom ezt meg, hogy, rossz embert e embereket adott, de a, a rendőrség, a nemzeti nyomozatok az volt az érdeme, hogy miután közvetlen bizonyíték nem volt, nem álltak le a nyomozással, és így valószínű eljutottak addig, hogy meglettek az igazság, de nem ekkor váltottak le, hanem ez a két és fél hónap, ez egy nagyon kritikus volt. Ráadásul ugye, ott nagyon élénk volt az ügyvédi ugye, tevékenység is, az ő részékről érthető módon, de a, nem egyeztek a DNS-ek. Tehát ugye én, aki azért tizenk nyomozóta rájöttem arra, hogy az lehetetlen, hogyha a helyszínen vannak, ugye és láttam a helyszínen, hogy ott mi volt, meg, meg rengeteg lőszer, elképesztő, hogy hogy ö, ö, milyen brutalitást tanúsítottak, de, de ott valami nem stimmel, ugye? Tehát a lényeg, és akkor én találtam egy ilyen nyilatkozatot tenni, hogy ez a Viszkisnél is volt, ugye? Ott nem váltottak le, de ott is volt egy ilyen, ugye belül megszökött, elfogták hat és fél után. de a lényeg az, hogy, hogy a... a, a, a valamelyik televízióban, ugye, én azért próbáltam állani, de elmondtam azt, hogy ne, a rendőrségi kommunikáció az nem, nem, tud tettest fogni, tehát, és ne is várja senki tőlük, de ezt nem a, nem a rendőri vezetésnek, vagy a bűnényi vezetésnek szántam, hanem egy ilyen riport, mint ahogy elmondanám neked, és, hogy, sőt, reparálni se tud. Tehát én, én ugye én voltam az első, azt hiszem 92-ben, aki be, bocsánatot kért a rendőrség, ugye akkor ugye, még nem volt, tehát ilyen, ilyen különleges szolgálat volt, és Szegedeni rossz házba mentek be, vagy egy rossz családot de ugye zargattak. És azt se lehetett elmondani, hogy nem mi hibáztunk, hanem a, a cím, amit kaptunk, az rossz volt, és egy másik szervezettől érkezett, mindegy, de bocsánatot kértem. Azt se nagyon tetszett a rendőri vezetésnek, de aztán még jól jöttünk ki belőle, visszatérve Móra, és nem, mondta, hogy maximum reparál, tehát reparálni nem tudunk szakmai hibákat, de ezt elméletben mondtam, nem azt mondtam, hogy konkrétan Mórba hibáztunk, hiszen ott voltam végig a szemlén, hanem hogy, hogy, maximum kiegyenlítjük a média nyomást, de csak azzal, hogy elveszünk annyi felületet, hogy, hogy mi is megszólalunk. Vagy, vagy, ugye az a baj a kommunikációban, abban az időben, ma már teljesen más a világ. Hogy, hogy ha nem te voltál az első, én mindig a proaktív, vagy az offensív konnex voltam a, 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 a híve, hiszen a rendőrség, azt, a az, az, lássuk be, ez egy olyan állami vagy közigazgatási szervezet, ami hatósági jogosítványokkal is rendelkezik, ami tájékoztatásra kötele ez 92-es az adatvédelmi törvény, alig van szenzitív adat, nagyon helyesen, ugye, minden az állampolgára tartozik, a közbiztonsággal, a, a nemzetbiztonsággal kapcsolatban. Tehát én ezeket mindig szívesen elmondtam, pont azért, hogy ne kerüljek abba a csapda helyzetbe, hogy valamit megír a, 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 sajtó, és akkor utána én reagálok, mert ez Sárlán. magyarázkodásnak tűnik. Így van. Így van. Van olyan egyébként, amit Morról nem Mondhattál el, vagy nem mondhatsz el a mai napig? A morról azért sokáig álmodtam. Te valószínűleg azért, mert engem is sokkolt. Tehát én tehát nem akarom drasztikusra... Tehát rá, ment voltál a bankfiókba igen, az igen. első közt. Hát így van, és, és bűnnégyesként tudtam, hogy hova nyúlhatok, de hát ott feküdt a biztonsági őr, akinek eltűnt a fegyvere. De a lényeg az ajtóba. de a lényeg az, hogy bűnnégyesként azért meg járőrként is biztosítottam olyan helyszínt. Nem akarom plastikus levenni a figurát, ahol ugye egy, egy, borzalmas, amikor bemész egy házba, és ott bent megégett valaki, volt egy ilyen a török vízúton, vagy egy három hetes vízi hullát vonnak ki, ugye a Margit híd, Budai hitfőjénél azt is biztosítottam, és nyomozó nyomozókoromban természetesen helyszíneltem is ilyet, de ez azt hiszem engem is. És amikor láttam azt, hogy, hogy az edzett több évtizedes bűnügyi nyomozói rutinnal rendelkező kollégáimat is ugye azért megindítja ezt, tehát a, a, a nyomozás nem arról szól, hogy érzéketlen vagy. Ez, ez a, ugye árnyékos oldalon dolgozol, évtizedek de megkérgesíti, megkérgesíti a lelkedet a rengeteg drasztikum, egy anyakönyvezető, csak mosolygó arcokat lát, de megkérgesíti, de nem lesz nem leszel érzéketlen. A dráma, a szenvedés, a, a, a kinkeserves helyzetek miatt, és ugye a Móron látszott, hogy ott, ott négy dorsteppet, ugye akkor még nem így hittük, de sajtótájékoztatot tartottunk, ugye, mert a szervizútnál volt a, a kordon, de és ott volt az első olyan helyzet, tehát Ausztriából átjöttek stábok, és az első olyan, amikor az egyik kereskedelmi tévé, ugye, helikoptert bérelt, hogy fel, fel, légi felvételeket készítsen, de a legfontosabb az volt, hogy, hogy igyekeztünk azon, és ez látszott rajta, hogy most jöttem ki egy órája a helyszínről, az arcomon, ez a döbbenet, ugye? Na most én, aztán, én, aki nem tud vagy aki, hogy van, aki, aki nem tudja, azt tanítja. Mindegy. Én most már tényleg húsz éve oktatok. Most lettem címzetes docens tavaly a Egyetemen, és írtam egy bűnmegelőzés kommunikáció című jegyzetet, amiben ott megpróbáltam, ugye ez a kettő nagyon szoros összefüggésben van, megpróbáltam fölvázolni, hogy milyen tulajdonságai vannak, a, nem is a szóvűrnek, a jó kommunikátornak, és az első pont, ugye ez hét pont, tehát katica pontoknak nevezte, az első pont az, hogy ne szerepelj tájékoztatásra. Na most ugye, amikor én kimentem oda a, a borzasztó drámai ö, ö, események és látmány után, akkor ez látszott az arcomon. Na most nem vagyok jó színész, de, de mondjuk megpróbáltam volna ezt leplezni. Ö, akkor ez nem látszik rajtam nyilván, de nem vagyok hiteles. És akkor nekem ugye mindig a fejemhez vágták azt, hogy, hogy és soha nem mondtam el hatáskört. Vagy nem hoztam föl ORFK szintre olyan dolgokat. Pár éve még a szóvivésége minden alatt volt egy nagyon kemény tél, és akkor a vidéken ö, egy járőr ö, páros, ugye hajnal négy örök egy buszmegállóba, tal, buszmegállóban talált egy embert, aki ott, és az lekéste le, le az utolsó buszt, és majdnem megfagyott. És ugye, nem lehetett mentőt hívni, bevitték, és majdnem kihűlt, de megmentették az életét. És ezt a, ugye a napi jelentésből olvastam, és kerestek engem országos médiumok, hogy hát kommentáljuk ezt. Egyébként ezt jól el lehet adni, de azt mondta, hogy nem. Mert én nem egyes szám első szemébe fogom elmondani. Hát mondja, ez az a járőr, aki ezt meg, aki megtalálta. De mondták, hogy hát tájszólása. Akkor is. És nagyon jól átjött. Ez is rossz műszó, de átjött. Igen. Volt még olyan alkalom, hogy megpróbáltak téged? Most itt mondtad, hogy leváltottak tulajdonképpen a szóvívőségről, de nem a kommunikációs igazgatóságról. Volt még olyan alkalom, hogy akár politika, akár te magad mondtad de azt, tudom, hogy szeretnéd ezt a politikát belekeverni, de nem volt, hidd el nekem, nem volt, és most is... Hát, csak olyan fura, tudod, tehát most én azért vége, jó tizen évig végigkövettem a pályafutását a rendőrségnek, nem is tudom hány BRFK szóvívőt emésztett fel a szervezet az alatt, jó sokat, de te végig ott voltál. Tehát, hogy, hogy mi volt az oka? Pedig ugyanúgy váltották a budapesti főkapitányokat, és egymás, meg az országos is... Mégis te voltál, hogy az elején is mondtam, a biztos pont. De mondom, két dolog az biztos volt, az egyik az, hogy, 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 hogy tudták, hogy nem politizálok. Hát volt olyan, amikor, amikor pártok között én, én közvetítettem, például hogy a, a 2006-os eseményeknél. Tehát nem, nem voltak beszélő viszonyban egymás, a stb. És, és, nagyon jól tudták, hogy, 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 miért nem lehet fölszámolni, ugye? Melyik pártok közt? Minden, hát akik akkor voltak. Minden párt, a kisgazdapárt. Tehát közben... a Gyurcsány kormány és a Fidesz közt közvetítette? Hát most pont köztük így? nem, de a kisgazdák, meg a MDF között az biztos, hogy volt ilyen. De volt ö, ö, olyan, hogy, hogy politikusok között is. Tehát az a baj, hogy a, a politikusok ugye a médiából tájékozódnak. és amikor te oda mész és elmondod a szakmai, kimondott szakmai érvedet, hogy ez miért, miért történik, miért nem lehet ezt megcsinálni, mondjuk. Ugye? Hazateszem azt, hogy a 2006-os összeeseményeknél nagyon egyedül maradt a rendőrség. Amikor szétverték ugye, a, a akkor Petréte József volt az igazságügyi és rendészeti miniszter. És a székháztámadás ott, amit egyébként a Hír TV ugye, egyenesbe közvetített, soha nem volt olyan nézettsége, gondolom, TV2 is, ugye ez már 2006 akon volt a kereskedelmi televíziók, de hajnalban, ugye miután a, a Pécsi századnak a, a parancsnokát ugye, fejbe dobták egy, egy bazatkővel, és őt bevitték a Honvéd kórházba, és az volt a szerencséje, az életét az mentette meg, ugye? Egy 50 forintos nagyságú, ugye, ö, koponya, tehát látszott az agya, nem volt sisakja. És akkor az volt a lényege, hogy ö, másnap ö, mentünk a naptévébe, a, Petrét, a József, és mondtam, hogy ott mentünk keresztül, ugye? A, hát ez háborús helyzet volt, hogy látogassunk a kórházba. Ez öt óra körül volt. Meglátogatókor, nem hívtam rá a médiát. Tehát ez nem egy PR, őszintén. Ráadásul ugye Petri Tézsöv Pécsi. Pécsi Egyetemnek volt a dékánya. Meglátogattuk, és az volt a szerencsé, hogy egy agysebész volt az ügyeletes. Ez mentette meg az életet. És utána bementünk a nap tévébe, és ugye próbáltuk menteni a menthetőt. És akkor én valóban azt mondtam, hogy ez a rendőrség mohácsa. Ugye? De volt olyan, amikor, amikor tényleg SDS és, és más, én nagyon jobban voltam minden miniszterrel, tehát, és volt egy bizalmam is, és akkor, akkor nekik is mondtam, hogy ki az a politikus? Ugye a politikus minket nem kereshetett meg, és nem is volt ilyen. Ha volt kérdése, az ugye az mindig a miniszternek tette föl, aki ott ült a székbe, és ahhoz, hogy ő tudjon válaszolni, háttéranyagot kellett kérni. De miután rólam tudták azt, hogy tényleg politikus emleges vagyok, én elmagyaráztam. Tehát egy, egy négy-öt sorba azt nem lehet leírni, és nem lehet idézni azt a száraz szikkat, blikfa nyelvet, ami a rendőrségi törvényben benne van, hogy miért nem le. Amikor feloszlatok a tömeget, miért nem mentünk utánuk, és fogtuk el mindannyiukat? Ilyen nincs a rendőrségi törvényben. Ugye? Ezt kérdezte egy politikus? Igen. hogy, mert hogy de, de most, a, aki, aki laikus, az miért ne tenni fel ezt a kérdést? Azért tette fel ezt a kérdést, mert hogyha ezeket a rendbontókat, ugye mindig volt egy kemény van, ezeket a rendőrség tovább üldözi, ha már egyszer annyi ereje volt, hogy föloszlatja a tömeget, akkor abból indul ki, hogy akkor újra másnap, hát az szeptember 18-tól kezdődött, 2006, 2007 ö, március 20-a körül számoltuk föl azt a bázist, ami a Kossuth téren, ugye ott egy hatalmas gulyás ágyút vittek oda, tehát életvitelszerűen tartózkodtak, hogy, akkor, ha őket elfogjuk, akkor újra nem tudnak kimenni az utcára. Az hozzátartozik, hogy a szubjektív biztonságérzet az borzasztóan leromlott. Hát nekem ott olyan kolléganőm, aki ugye ö, 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 egyik ilyen éjszakai oszlatás után a Ferenciek terén jött az aluljáróba. Ugye fönt volt a tüntetés, ugye a hídnál, és reggel jött be, és még könnyezett. Annyi könyvgázt, ugye használtak föl. Tehát, és akkor ezt el kell magyarázni, hogy ilyen se a szolgálti se a rendőrségi törvényben nincsen be, mert nem az a feladat. Az a, nem az a feladat. Az persze védhetetlen, hogy, szem, hogy szemmagaságba lő. Tehát ez, ez, de ezeket el kell ismerni. Én mindig hozzátettem, hogy ö, a. a ö, ja, és természetesen nem volt azonosító, stb. Tehát ha most te ezt elkezded magyarázni, és azt mondod, hogy hát, nem volt ennek semmi hagyománya. Hát nem volt pajzsunk, hát azért verték szét a székház előtt a... Látnánk, a, 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 a országos főkapitány nem volt itthon, e, ugye Interpol közgyűlésen volt, e, azért verték szét a rendőröket, ugye nem, nem csak, egy védőfelszerelés nem volt, hanem pan se. Tehát szét, ez, ez, régi, nem is tudom honnan se be, beragadt könyházok, tehát megdöglött ezért töltetekkel, stb. De a lényeg az, hogy másnap Ausztriából kértünk 300 pajzsot kölcsön. Úgyhogy ez egy hőskorszak volt, de a lényeg az, hogy, hogy ugye a Móra visszatérve, ott fél óráig mentettek föl a szóvűvőségtől. Azért, Azért, mert valaki elkölt azt a hibát. Most teljesen mindegy van szó, hogy megnevezte az utódomat. És a bűnügyi újságírók, ugye, <laughs> atomcsapást mértek. A majdani utódra? Nem, arra, aki ki akarta nevezni, ja. mert a majdani utódról tudták, hogy vagy nem tudnak velük együtt dolgozni. De most hozzátartozik, nekem nagy előnyöm volt azzal, hogy én újságíró voltam, hmm. elvégeztem újságíró akkor Sőt, ugye tanítottam is több mint tíz évig a Kodolányi újságíró iskolat, Sőt, ma a médiában vannak olyan tanítványaim, ö, aki, aki, akik büszkén vállalnak engem. És én hamar rájöttem arra, hogy, hogy a, a, nem hír kell az újságírónak, hanem információ. És én ezért soha nem, azt a fogalmat nem ismertem, hogy hírzállat. Az egy másik kérdés, hogy lehet ezt erkölcsösen is csinálni. Tehát, hogy kölcsönösen, most mondok egy példát neked, ugye fölhívott egy nagyon bűnügyi de akkor az egy elit szakma volt a bűnügyi újságírás, az újságíráson belül jól megfizették, címlapra szívfájdalom nélkül kitették a bűnügyi híreket és a politikát. Eleinte ugye, mentesítették, mert azt vitték az emberek, de a lényeg az, hogy fölhívott egy nagyon ugye, tekintélyes bűnügyes újságíró, és azt mondja nekem, hogy te figyelj, de másnap lehozzak egy cikket. És elmondja, hogy miről fog szólni. Nem kell kommentálnod, csak azt mondd meg, hogy, hogy hülyeség, tévedek, vagy úgy rendben van. Na most ugye, ezt lehetne szívároktatásnak mondani, de azt mondta neki, hogy figyelj, rendben van. Nagyjából, ugye az a másik az, hogy, hogy meg kellett szokni a rendőri vezetésnek, hogy nem én szivárogtatok, hanem egy jó bűnügyesnek meg volt, neked is meg volt a kapcsolatod. Olyan vezetőkhöz, akik információval rendelkeztek. És én még ezt se ítélem el. De amikor ezt a újságíró elmondja nekem, akkor én oda mentem a főnök, az ugye országos főnök, és azt mondtam neki, holnap ez fog megjelenni. Ugye? Honnan tudod? Ez fog megjelenni, és főnök az a véleményem, ja, és hozzátartozok a korrektség az, hogy én nem adtam ki egy közleményt, mert nem tartottam. Mert akkor többet nem hív föl engem, hogy ezt de ugye nekem két hasznamot, egyik az, hogy a főnök azt mondta, hogy te, te nagyon ott vagy, <laughs> a másik az, hogy én ezt, ezt javaslom, hogy ezt, ezeket a reakciókat tegyük meg, és nyilvánvalóan az lett volna az etikátlan, hogyha megjelenik ezek a cikk, és akkor hónap én ezt cáfolom. ugye? De nagyon sok olyan minden, a magyar nyelv gazdag, nagyon sok olyan, ugye, kifejezés volt a kommunikációban különösen, bár én mindig az egyszerűségre törekedtem, amivel ugye ezt, ezt, el lehetett kenni. Tehát ez a sem megerősíteni, sem nem számfalom, ez lejárt lemez. Térjünk vissza még egy kicsit 2006-ra. Valóban ugye a székházostrom, és utána egy, talán még két napig voltak utcai demonstrációk. Aztán október 23-án, amit említettél te is, ez a bizonyos ö, vadászpuskás, vagy vadászat, sokan embervadászatnak nevezték. Ö, mennyire roncsolta ez a rendőrség tekintélyét, mert. Ö, Hát azért akkor nagyon sokan nagyon-nagyon nem szerették a rendőröket. Hát egyrészt, hát abszolút nem szerették, hát a mi mé, előtte készítettünk, aztán szóval egy gallú felmérést, reprezentatív felmérést, amit egyébként több mint tízezer megkérdezett előtte, 2006 május környékén, akkor, akkor azt jelent csak a, a talán a tűzoltók előztek meg minket, ö, tehát nagyon jó helyen álltunk, ott ott tíz ilyen, ezért. Uh, szervezetet, bíróságokat, politikai, stb. soroltak föl, és mi voltunk a második, az azért nagyon jó. Mert mint társadalmi, társadalmi megbesülés pozíció aha. volt, meg, meg egyik nagyon jó volt, tehát a, a, ott a reprezentant nagyon sok kérdés volt, ugye ez egy interjú volt, azért ezt külső céggel kellett elvégeztetni, de nekem az kapóra jött, mert ugye volt egy olyan kérdés, hogy, hogy uh, hogyan ítélne meg a rendőrséget. És amikor ugye az volt, a, hogy a elmúlt időszakban, vagy egyáltalán intézkedtek-e vele szemben, vagy nem intézkedtek vele szemben, csak mondja el, a akkor ugye az rosszabb volt. Uh -huh. Tehát hogyha nem intézkedtek, akkor a kommunikációból szűrte le, hogy azért, de be, ugye a szubjektív biztonsági érzet mindig lokálisan a legjobb, és ahogy távolodunk annál, mert kemés az információ, de visszatérve a lényegre, ugye a, akkor tulajdonképpen a, volt, hát azért még ott volt egy, egy uh, lovas lovasroham, stb. stb. És jött az október 23-a. E, ennek vége volt, a, és valamikor ugye, vagy március végén felszámoltuk ezt, és jött a Zsanett ügy. És ez volt a magyar rendőrség második lefejezése. Ugye volt a, a 1900, ugye, ö, ö, 96-ban, ugye ez a robbantásos leszámok késő az első lefejezése, ugye országos főkapitán, budapesti főkapitán, ugye közbiztonsági főkapitán, és volt a második. Ez volt, hogyha a Zsanett ugye az csak a kegyelem döfés 2007 volt. Május, május. úgy van. Viszont 2007 februárjában még rájöttek a Teve utcai rendőrpalotára. Rájöttek a Teve utcai rendőrpalotára, igen. Uh, de azt, tehát azt mondom, hogy ez is borzasztó érdekes, hogy már az az inger küszöböt nem, nem mérte el. Tehát a magyar lakosságban, fú, de, hát mikor a parlamentet fölrobbantották, ugye? Hát hogy lehet? Hát akkor minden héten robbantottak. Igen, és azért Igen, a Teve utcára rá, a gép, gépkarabéja, ha jól emlékszem. Vagy... Igen, egy gépviszolja előtt. Igen, <laughs> hannak kettőkor. A, a József Attila Ja, és látták, és azóta sincs tettes és vagy én nem tudok róla. országos főkapitány mondta, hogy, hogy, ő tudja, hogy ki az, de ugye nem nagyon lehet bizonyítani, vagy vannak sejtések, mindegy. De a lényeg az, hogy az én, tehát az, azt hiszem az, az a, a, hetediktől, vagy, vagy a nyolcadiktől a tizenkettedikig húztam meg, és az én, én, én a kilencedikem ott az irodában azt hogy a parapet rendszer szét lőtte, ugye, és akkor ki, tehát nekem reggel bementem, eddig állt a víz a szobámba lehet, hogy ez titkosszolgálati? Azt nem tudom, de az, az biztos, volt. hogy az alsó fiókomba, ahol egyébként az adóbevallásaim voltak öt évre visszamenőleg, meg semmisült. Mi a szerencse? Szerencsé a szerencsétlenségben. De, és akkor ugye, akkor lefejezték a rend, az akkori készenetőnözős parancsnak ugye lemondott, az országos főkapitány, főkapitányt leállt. De a Zsanett is lehetett titkosszolgálati akció, nem? Azt nem tudom, de a Zsanett volt a, a, a kegyelendöfés. Na most a politikai vezetés az mindig, mindig, ugye mechanikusan válaszol. Tehát Churchill mondta azt, hogy a uniformis, uniformizált szervezetekkel rendőrség katonaság, ugye körültekintően kell bánni, mert lelkük van. Na most ö, Churchill is tette ezt meg, de jól hangzik. A politikák napi érdekei vannak. Tehát neki bár, bárki lehet a új országos főkapitány Eleinte, mikor a választások vannak, akkor vannak jelöltek, kiválasztják, és akkor talán <kül> optimalizálják a lehetőségeket. Meg kell váltani. Az egy reakció volt. 90, a 96-os robbantáson leváltották a vezetést. Egy kérdésem van. Jött az új vezetés. Teljesen mindegy, hogy ki. Einstein lehetett volna. Megszűnt a robbantás? Nem. A politika neki napi érdekei vannak, ő neki nem számít. Tehát, hogy, hogy, az uniformis testületeknek lelke van, és abban érző emberek dolgoznak, ez mellékes. Tehát ezt azért a világon mindenhol így van egyébként, visszatérve a Bottergé botránya is. Az azért nem jó, 73, mert ugye a pár évvel ezelőtt a meghalt a métorok. Ő volt az az FBI ügynök, aki ugye értesítette a Washington Postnak ezt a két egyébként tehetséges újságírót arról, ugye a Watergate ugye azért volt, mert az az épület neve, de ott volt ugye a választási bizottsága a demokrata pártnak, és Nixon ugye lehallgatta az akkori példátlan, ugye az akkori egyetlen elnök, aki hivatalból hivatali idejat le kellett, hogy mondja, mert tarthatatlan volt már. Csak az a kérdés, ugye, hogy hogyan kapták az információkat. Ezt a, a filmben ugye, készült elő, ö, Robert Redford is azt a is, ott van a garázsban, a métorok tájékoztatja őket. Ő egy FBI, nem is egy különleges ügynök, hanem a harmadik ember az FBI-nak. Miért történt? Ez megmutatta az FBI a sajtó keresztül az elnököt. Ugye, mert elvette az FBI költségvetését, megnyírbálta az amerikai elnök joga van hozzá, csak nem tudta, hogy ugye visszaüt, vagy visszanyal a fagyi, és bosszút állt az FBI. Mi történt? Az oknyomozó újságírás abban a pillanatban egy sima eszköz szereplett, az FBI kezébe. Tehát visszatérve erre, ezért fenntartásokkal kell fogadni, hogy mi az oknyomozó újságírás. Meg ugye azt mindig láttuk, hát ti is csináltátok azt, hogy befújt a, a postaláda. Hát ki elküldte valaki. Hát egyébként pont a, most még a te utcára visszatérve a, a kommunikációs igazgatóságról ö, kaptunk mi akkor hét személy szerint én egy, egy feljegyzést, hogy melyik vezető rendőrnek a testvére követte el a Teve utcai merényletet, és ebből aztán lett is egyszer lemenő hír, amit rögtön le is tiltatott aztán az ORFK vezetése. Hát, erre nem emlékszem. Tehát én, én nem. azért is kérdeztem, hogy lehetett-e titkosszolgálati áttér én... mögötte, mert ugye gyanús volt, mert ha emlékszel 2006-ban ugye még a Gergényit, akkori budapesti rendőrfőkapitányt ki is tüntették a 2006-os események után, Demszki Gábor, aztán jött a Teve utca, ahova Gyur Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök ki is ment, aznap, és aztán megjött a Zsanett, ugye, amiben a teljes rendőri vezetést kinyírták téged kivéve, mert rajtad kívül mindenkinek mennie kellett. Kell. engem is kinyírhattak volna már ilyen értelemben, hogy leváltanak, mert ez előfordulhatott volna, meg meg is történt. De a legfontosabb az, hogy a Zsanett ugye azért volt egy kommunikációs csapda, ugye, mert ott öt Rebiz, hogy akkor a Rebiszes, ugye ez a Zsanett nevezetű hölgy azzal vállalt, hogy szolgálatba megerőszakolták öte. Ugye ez egy különösen minősített, csoportosan elköltött nem iszak, és még ráadásul ugye, meg is zsarolták. De a legfontosabb az, hogy ebben az esetben, a rendőrök a gyanúsítottak, nem kommunikált a rendőrség, hanem az ügyészség, ugye? Na most ett, mondtam a proaktív ettől a pillanattól kezdve borzasztó hátrányban vagy, mert az ügyészség már nem fogja. Ő megkeresték az újság, én hiába küldöm az ügyészség, azt mondja, nyomozás érdekében nem nyomozás. De azért a beigazállam öt rendőr, stb. És akkor megint leesett a Sőt, akkor, akkor tényleg soha nem látott volt a rendőrségnek a megítélése, nem is a népszerűséget, csak a megítélés, a bizalmi index az. Ugye az érokörül mozgott, de itt kell megtalálni azt a lehetőséget, amikor ugye az ügyészséggel nem akarsz konfrontálódni. Néhány egyébként nekem volt pengeváltásom is, de ö, nyomozás érdeke se, se, sérte, hát ezt mondja, nagyon jól tudtam, hogy mi az a mi neuralgikus pont, de mégis valamit az. És akkor ilyenkor mit lehet tenni? Meg, mint ahogy Mórral, a nyomozás vezetően folyamatosan kapcsolatban voltam. És ugye az a két és fél hónap még nincs gyanúsított, az az rettenetes. És akkor meg, ugye, sőt, aki a nyomozást vezette, volt kollégám, a, együtt kezdtünk a második körben, és a lényeg az, hogy mondom, figyelj, de nekem csak arról ne beszélj, amit nem mondhatok. Mert elfogom egy élőadásból szólni magamat. Azt mondja, fordítsuk meg, adok neked muníciót, ezekről beszélhetsz és akkor mindig adott nekem olyan információk, hogy akkor ugye újra elvégeztettük ott a DNS kutatást, meg, meg szakértőintézettől vittem oda, de két is fél nem bírt ki a magyar, az akkori magyar sajtó. De a lényeg az, hogy ugye a Zsanett ügy után az ügyészség érhetően elrendelte a nyomozást, meg hamar ugye publicitása is volt, de megkérdeztem a parancsnokot, ugye a Rebisz, meg a film, hogy mi az, amit csináltok? Ugye? És akkor a lényeg az volt, hogy, hogy válaszza ki a a, a, a a, gyanúsítottakat, ugye, mert nem név szerint tette meg, hát hogy tette volna meg név szerint a, a feljelentést, hogy tehette volna meg. Ráadásul ez egy hajnali órákban volt állítva ez az erőszak. És akkor én odavittem a sajtót. Azt hiszem, 40-en voltak szolgálatban. Tehát be, bemutattam azt, hogy a rendőrség mennyire, mert nincs takargatni valóra, mennyire segíti a nyomozást. Ez biztos, hogy amikor fölmentették őket, nem tért vissza a rendőrségbe a hirtelen a bizalom, de a sajtónak tudtam valamit adni, miközben ugye azért folyt a nyomozás. És... Ezt a Zsanett ügyet is ugye egy újságíró e, hype volt a föl, csúnyán, idegen szóval... E, megfogalmazva, tehát ha emlékszel rá, jui.hu, vagy nem is igen. tudom mi volt akkor ez a, van. Ez a, ez a portál, amelyik az egész Anett ügyet kirobbantotta. Igen. Ez egyébként, te amikor először ezt meghallottad, mi volt az első reakció? Tehát, amikor, vagy kit, kitől hallottad meg ezt az egész ügyet, és hogy... hogy? Hogy, hogy élted meg? Vagy Én egy értekezleten hallottam ezt, igen. A, azért hozzátartozom, hogy nekünk azért nagyon jó volt a belső információvállalásunk, tehát nagyon gyors volt. A, ha szabad ilyet mondani, hogy privilegizált helyzetben voltam, mert a, a, a évtizedek alatt ugye minden országos főkapitány tudta azt, hogy ha én keresem, például ilyen volt ugye a 9-11. Amikor ilyen nagy események vannak, akkor te mindig tudod, hogy hol voltál, és onnan lehet ezt érzékelni, hogy nagyon nagy esemény volt, dobogókön volt egy egy ORFK vezető értekezlet, tehát az országos a helyettese és az összes mennyei rendőrfőkapitány, beleértve a budapesti főkapitányt, és dobogókön voltunk, ugye, benne egy terembe ment az értekezlet. És akkor fölhívott egy, megint egy benfentes újság, vagy egy jó tájékozott, ha ez pejoratív kifejezés, és mondta, hogy nézed a tévét. Hát mondom, figyelj, de itt vagyok a dobó fönn, azt aztán keresem gyorsan egy CNN-t. Na most hozzátartozik az, hogy ott volt televízió, de nem volt rajta a CNN. És nem mondott többet, mert letette. És akkor azt tudtam megcsinálni, hogy megkerestem az üdülőnek a palancsnokát, és az ő szobájában volt CNN. Csatorna. Megnéztem, hogy CNN, mint az, és akkor belenéztem, akkor tényleg kiment a fejemből a vér, és ezek után én bementem az de akkor ugye Orbán Péter volt az országos főkapitány, és oda főnek gyereké főnök, gyere szíves. És ugye, ilyenkor nekem nem kell indokolni, mert mindenki tudta, hogy himi nem fogom kijönni, és bemutattam neki a felvételt, Ilyen, és azonnali intézkedéseket kellett tenni, amerikai nagykövetség meg erősítése, minden amerikai ugye, a védelem, szóval rengeteg volt feladat, de Kapor, minden döntéshozó egy helyen volt, mely értekezlet volt, ugye? Tehát ezt csak azért mondtam, hogy ilyen információállamos, ugye volt nálunk, és nem szenvedett késedelmet a hír. Mikorra sikerült visszaépíteni a rendőrség renoméját 2006 után, vagy sikerült-e? Volt ilyen nagyon, hát én csak budyuta a próbálkozásnak mondom, mert nem tudom, emlékszel-e rá, például a akkori budapesti főkapitány egy kis sűn kulcstartót osztogatott az újságíróknak, mert volt az az időszak, amikor készült ez a videó, hogy sűn, sűn, tudod, amikor egy körbe vettek egy-két tüntetőt a rendőrök, és akkor aztán volt ez a most nem emlékszem már, mi volt a fantázia neve, ilyen mikrobuszokat állított a hadrendben a rendőrség kb., hogy akkor ilyen polgárbarát és, és nem emlékszem már, mi volt, de az is ennek a folyamatnak a része volt, hogy a rendőrségbe vetett bizalmat visszaépítsék. Ez sikerült egyáltalán 2006 után, vagy mikorra sikerült? Um, az a helyzet, ugye, hogy nem vagyok hírve, tehát ha ma, ma, tehát 30 évvel visszatekintek, vissza nem így csinálnám. Tehát én nagy tévedésben voltam, azért, mert nem volt minta. Tehát azt mondanám, hogy a magyar közigazgatásban, ahogy előtte is mondtam, ugye mi csináltunk először holnapot, 99-ben Urbán Tamásnak köszönhetően, ugye, aki, aki egy Balázs Béla díjas fotóriporter, de nálam, vagy nálunk státuszban volt a kommunikációs igazgatóságon, de számtalan, mi, magát az igazgatóságot is. Tehát egy multicég ennek a mintájára megkerestek, hogy hogyan áll össze a, egy kommunikációs igazgatóság, mit tartozik hozzá, és mit kell integrálni, megkeresett, és megcsinálták. 98-ban. A lényeg az, hogy nem volt minta, másképp csinálnám, de uh, igazándiból uh, ha azt ha erre konkrétan akarok válaszolni erre a kérdésre, akkor a public relation-nek egy része a kommunikáció. Ugye oda tartoznak a társadalmi kapcsolatok, sajtókapcsolatok, arculatépítés és így tovább. Tehát a, egy része. A szervezeti kommunikáció. Na most a szervezeti kommunikációba PR elemeket beépíteni szinte lehetetlen. Azt mondtam, hogy nekem nem feladatom a rendőrség imázsát, arculatát építeni, de minden megnyilvánulásommal, ugye, Harry Ford mondta azt, hogy aki nálam dolgozik, annak a kocsmában is úgy kell viselkedni, hogy a Fordnál dolgozik, ugye? És a lényeg az, hogy azzal lehet igazítani, ugye? Vagy, vagy, vagy van egy nagyon magnetikus vezető, akire lehet építeni. De nem voltam annak a híve, hogy ugye volt egy kis tárrendőr, hogy, hogy gyártsunk celebeket, hanem én annak voltam a híve, hogy, hogy szakmailag legyen elismert. Ugye márkákat építettem. Mert a márka az azt jelenti, hogy kívül és belül is elismerik. Voddan ismert vagy sztár rendőr, akinek nagy belső ellenzéke volt. De ez a nép. Igen? Néha elő lehetett húzni ezeket, és enyhíteni a nyomáson, de ma már megváltozott a helyzet. Tehát amikor ugye kérdezted ezt a politikát, tehát a kezdetektől szerencsére nem volt mintám, de talán jóisten adott nekem egy ilyen ösztönös veszélyérzetet, hogy amikor a, a, a 90-es évek legelején elkezdték támadni a rendőri vezetőket, vagy egy, vagy az országos főkapitányt, ugye? Akkor azt én rögtön tudtam, hogy nem nekünk szól ez a dolog, hanem a, 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 a politikust, a, a fölött álló minisztert, vagy, vagy, vagy a bizottság elnököt támadják, ugye? De rajtunk csattant az ostor. Ez azt jelentette, nem azt jelentette, hogy nem kell intézkedni, de higgadság. Tehát az olyan, tehát krízis kommunikáció. Tehát nagyon fontos, hogy hol a, a krízis tetőpontján, ugye ez mindig egy harangörmével áblázolják a kommunikációba, és vár, ugye ez a krízis az váratlan robban ki, elindul felfelé, eszkalálódik, és van, van ugye a harangörbének a teteje, amikor majd csillapodik, de amikor a tetejére ész, két dolgot kell csinálni. Az egyik az, hogy tudja, hogy itt a, a krízis tetőpontja, és tudjan azt, hogy itt a legnagyobb a kommunikációs igény, a hírigény. Tehát neked erre föl kell készülni. Na most a ez az általános krízis. De a rendőrségi krízis az olyan, hogy elindul egy krízis, emelkedik, és a másik már megy mellette. Tehát több hullám ilyen harangörbe van, és ezeket egymással tudni kell kezelni. Tehát mondok egy példát, 2003. május 8-a, egy éves a Móri évforduló, már hívogatnak újságírók, stb. Én az én munkatársaimat fölkérem arra, hogy hónapra anyagokat társítsunk össze, és, és még talán sajtótájékoztatót is kellett volna szervezni, és abban a pillanatban bekövetkezik hogy a, a Siófoki, ahol 50 ember ugye, buszban esett. Az akkori miniszterelnök megy vidékre az első útja volt. Odaérek én is a helyszínre, a német nagykövet ott van. Tehát másnap nem nagyon érdekelt senkit mór. Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, aminek a kommunikációs igazgatója vagy most már tíz éve. Most már nyugdíjba is jöttél, ugye közben nyugdíjas Dantár Két éve. éve. Két éve vagy nyugdíjban. És még mindezek mellett még könyveket esélyez, hogyha jól tudom, akkor most már 31 jelent meg, most talán dolgozom már a 32-en, vagy, vagy most nem. Most nem, fölkészültél, igen. Most, most dolgozol a 32 Nem, kész van. Tehát ugye hozzátartozik az, hogy 2013-ban Hatala József volt az országos rendőrfőkapitány, én voltam a szóvivő, ő is átvett, ugye? Bár vele nagyon régi a ha szabad így mondanom, és nem sértődik meg a barátságom, de a szakmai együttműködésünk ugye közbiztonság főigazgató volt, de még a BRFK-ról ismerjük egymást. A lényeg az, hogy ő volt az első a rendszer változtatás után, a országos főkapitány, aki nyugdíjba ment, és nem kirúgták. Ő 63 és fél évesen, akkor 2013. februárjában, ugye ez felmenő rendszer volt, 65-ig két évente fél éve emelkedett a nyugdíjkorhatár, ő elment nyugdíjba, de rögtön ugye a, a miniszterelnök kinevezte a, a Nemzeti Bűnmeges Tanácsi Elnökének. 2013-ról beszélünk, én akkor ugye maradtam a szóvivő, az országos főkapitány utódjával is nagyon jó munkakapcsolatot ápoltam, de a lényeg az, hogy ugye egy kormány határozat alapján el kellett készíteni egy tíz évre szóró nemzeti bűnmegezési stratégiát. Ugye ez szeptemberre kellett perfektuálódnia, de a lényeg az, hogy egy két hónapos társadalmi vitát folytattunk le előtte a mi értelemszerűen kommunikációs és egy nyolc olyan ha nem is kimondott a állampolgároktól, de olyan alapítványt a szervezettől, ö, ugye beemeltünk javaslatot, ami ugye most szeptemberben lejárt ez a tíz év, a kormány elfogadta az újabb tíz éves, tehát én nem biztos, hogy én még tíz évet fogom ezt kommunikálni, de jelen pillanatban, ugye, ö, és a lényeg az, hogy, hogy valóban, én 67 éves vagyok, amikor én lettem 65, ugye az két évvel ezelőtt volt, akkor, tehát én átjöttem akkor, hogy ezt kommunikáljam, ö, terra inkognita volt, ez a terület is. Fogalmam nem volt a bűnmegelőzésről, ami ma már egy mert több tudomány, vagy interdisziplinális, tehát több tudomány magába olvas. De a legfontosabb az, hogy ugye jóban, jó, tehát nekem megvan az a emlékeztető, ugye az a országos főkapitány értekezetre, amikor engem elengedtek, hogy, hogy visszavárnak, ugye? Tehát én mindenkivel jó, jó kapcsolatban álltam, és mondom, tehát forszítottad a politikát, tehát amikor olvastam, ja, visszatérve a lényegre, igen, hogy, hogy folyamatosan írtam, és most a Nemzeti Bűnmegelési Tanács elnökének és főosztályvezetőjének vezetőjének is köszönten ugye a negyedik bűnmegelőzési témájuk könyvben jelenik meg. Ugye az, az is példát, nem akarok nagy képű lenni, kevesen tudják, hogy az első krimi az Edgar Allan Poe volt. Ugye ezt nem, nem, is nagyon tudják, mindenki hallgatik Krisztina Tippel. De nem hiszem, hogy bűnmegelőzési krimit, ugye, mert a krimi az egy nagyon kemény műfaj, meg kell valamit, valaki tölni, vagy meg, valakiket, ki kell nyomozni, és így tovább, tehát a happy end garantált. De bűnmegelőzési krimit írni, amikor az én főnököm ezt mondta, jött valahonnan a vidékről autóval, és ugye gondolkodott, és kihangosítva fölhívott, hogy te miért nem érsz egy van A főnök abban a pillanatban, hogy megmondott, hogy hogy, hogy néz ki. És akkor két-három hónapot ugye gondolkodtunk, ő is, és akkor megjelent a bérgyilkos Budapesten című első bűnmegelőzési krimi amiben a címe alapján ugye vélelmezett, hogy az bérgyilkosság. Egy amerikai, ugye, az a zöldcsapkás a van és megelőznek, remélhetőleg, ugye, mert az, az, két vagy három kiadást megért, nem én kaszáltam belőle, tehát izgalmas volt, és két gyilkosságot megelőznek. Utána a második ilyen volt, ugye, az egy természeti krém. Tehát nem, nem tudják elképzelni, hogy az embereknél, ugye, nehezen lehet ezt elképzelni, hogy micsoda mafia van, ugye, a természet károsításban. Tehát az, az is egy nemzetközi krimi. A harmadik, az tavaly jelent meg, ugye, az pedig lenne abszolút aktuális, monakói kapcsolat a de mindegy, már nem lehet kapni. A lényeg az, hogy az emberkereskedelem migráció, bűnmegelőzési krimi, ezekben már van gyilkosság, de ez nem arról szól, ugye? Most, amit megjelentettem, láttam a nyomdának, Jóisten megsegít, akkor ma karácsonyra biztosan nem jelenik meg, de ezt a kiadott ugye, az egy űrprevenciós krimi. Előre, ugye nekünk van egy ilyen programunk már, kevesen tudnak arról, hogy a, hogy a űrrel kapcsolatban mennyi bűncselekmény mint deliktuális Ugye, csalások? Hogy... Hát ugye az nem közvetlen. ilyen volt, hogy árulják a Holdonot, telkeket, meg <kül> ilyesmit. Az is az űrrel kapcsolatos, hogy ne parcellálják, is mennyien vettek? a legnagyobb, az, az most nyáron volt, nem Magyarországon, annyit tudunk róla, hogy, hogy egy orosz elkövető volt, és egy japán hölgy a sértett. Ennyit, ennyit hozott aztán a Daily News, vagy a Mirror, nem is tudom, hozott le a internetes portál, hogy valaki, ugye most sajnos az a helyzet, hogy a társkapcsolatokkal, vagy párkapcsolatokkal visszaélnek. Valaki ugye portálon hirdette magát, Skafanderbe, tehát ilyen installációkat föl lehet rakni, vagy pixált magam maga, meg minden, és akkor beugrott egy japán hölgy jelentkezőnek, hogy megismerkedne, és így tovább. És a lényeg az volt, hogy ez a Most mondta, hogy éppen most a űrállomáson vagyok, és pára lenne szükségem, de hát de Japán vagy, minden vágyam volt Tókióba költözni, elveszlek feleségüket, le akarok ott telepedni. És akkor ez elindul ez a felütés, már nem jó, jó volt, és akkor elindult a szélhámosság, hogy hát most az a helyzet, hogy én egy évig itt leszek, de hogyha most küldeni 60 ezer dollárt, adok egy számot, akkor tudnék kéz alatt menni egy rakétát, amivel le, le tudnék menni a földre. És ezt a hölgy el, elhitte. Annyira elhitte, és ki is fizette, hogy a japán rendőrség tájékoztatta erről. Ugye azért nem hozták nyilvánosságra, mert azért a környezetében ez egy, egy kicsit kellemetlen lett volna. Csak ennyit, hogy Tokióig pontosabban hogy ki is fizette. És, és döbbenet. De ez sem még az az, a, a, az hogy, hogy van magyar sértetje az űrbűnözésnek, például az egyik szolgáltató, akinek éveken keresztül ropták a frekvenciát. a rengeteg műhold van. Tehát itt most beszélgetünk, négy percenként egy elmegy. De a legfontos, és ezek polgári felhasználások, a katonáinkról még ne is beszéljünk. De nyilván ez csak polgári jellegű. És rengeteg ilyen bűncselekmény van. Az egy másik kérdés, hogy Magyarország nagyon élen jár az ő programba. Mennyire alakult át a kommunikáció? E, ma már igazából a social média világában nem is nagyon van szükség szóvívőre, vagy van még? hát Hogy érzed? Tehát, hogy a, csak a rendőrség kommunikációjánál maradjunk. E, látom, hogy még, mert még ma is kapom a sajtótájékoztató meghívókat, hogy azért még vannak sajtótájékoztatók, de, de ugye például itt felvétel előtt beszélgettünk a 11. kerületi rendőrgyilkosról, hogy ott is valaki telefonnal fölvette, és már kint volt a világhálón még kb. azelőtt, hogy, hogy hírt adott volna róla bárki. Tehát mennyire győzi a tempót a rendőrség, vagy lehet-e győzni? Erről nem szeretek beszélni, mert ugye nem vagyok már ott. Tehát, amit látok, az, az hogy megváltozott. Tehát 2000-ben, jó húsz 20 évvel ezelőtt történt egy digitális ősrobbanás. Ami azt jelenti, hogy közben ugye felnőtt egy, egy Z-generáció, akik digitális mentlakóknak is hívnak, de ez a digitális ősrobbanás szakemberek szerint ugye hasonlatos a teremtés történeti, ugye akkor nem a világ jött létre, vagy nem egy olyan de ez azt jelentette, hogy megváltozott minden. Szóval, hogy van egy óriási veszélye. Ah, és hogy most ugye vajdalmas erről beszélni, de hát forrong a világ. Tehát én három nagy veszélyt látok most a világban, három nagy probléma van, és ez egy triász. Az emberiség ugye degenerálódik, demoralizálódik és kriminalizálódik. A degeneráre az, ugye, az egy latin kifejezés. Elfajzást jelent. Ugye az ember valamilyen hihetetlen evolúciós gerrel folytán nagyon rossz irányban mozdult el. Steve Hawking ugye pár éve meghalt, zseniális elméleti fizikus volt. Őnek a szellemi hagyatéka tulajdonképpen két nagyon komoly megállapítás. Az egyik az, hogy az emberiség a rasznak a létét fenyegeti az, hogy ezt és kontroll nélkül fejleszték a mesterséges intelligenciát a másik, a genomban még meglévő erőszak. Ehhez hozzáteszi, hogy azt még megértette, hogy az ősközösségben, vagy a prehisztorikus időkben ugye át kellett menni a másik törzs területére, és akkor nagyon kellett verni a, a, a másik törzsnek a tagjait, mert életre, de azt mondja a XXI. században ez badasság, tehát ez a regenerálódás van. A másik a demoralizáció, ami ezzel Ért, van összefüggés, elvesztek az értékrendek. Ez volt a baj a rendszerváltozásnak, ugye, hogy volt egy 40 évig egy szocialista értékrend, a középpontban, ugye, meg lehetett foglalkozni, amihez neked állampolgárként idomolni kellett. Mihez kellett dolgoz Dolgozz becsületesen, lesz munkád, lesz lakásod. Ja, és a legnagyobb probléma a közbiztonság. Egy ideológia alapon megfogalmazott, hamis állami vagy, vagy pártalami üzenet volt, mert mit mondtak? A szocializmus van, meg fog szűnni a, a, bűnözés, ugye, mert idegen, ilyen Trotsky, ugye Trotsky mondta, hogy az állam majd meg elhal. Egyébként biztonságban vagy az állam megvéd. A genetikailag vagy atomisztikusan kódolt ön, önvédelmi reflexeidet kiirtották, elsorvasztották. Most nekem, mint bűnmegelőzési ugye, szakembernek, azzal kell szembesülni fel kell ébresíteni, mert benned van. Ha azt mondom, hogy nekem volt valami szerepem a tíz év alatt, nem azért, mert az ott a nemzeti bűnbe is tarts, az az, hogy mérhetően javult az állampolgárok prevenciós kultúrája. De visszatérve, hogy a demoralizáció értékvesztést jelent. A, má, ugye a rendszerváltásnál ez volt, kihullottak a szocialista becsek, helyére nem jött új orientáló érték, illetve jött, Jársz ki a törvényeket, jár nyugati kocsival, két kiló fugsz a rajtad, és hány elfittyed a rendre. És ezt próbálták követni. Ugye meg kell nézni a szervezet bűnözés, hogy alakult át. És a harmadik a kriminalizáció, ami azért veszélyes, mert a a, a, itt tartozik a, te, a terrorizmus, leválasztják erről. Azt gondolják, hogy ez valami különleges dolog. Nem. A terrorizmus, ugye, az egy hamis ideológia, és nem teológia, ugye? Mert nem vallási alapú, mentén elkövetett brutális tömeggyilkosság. Embereket ölnek a legdrasztikusabb, brutálisabb módon, ugye? Ez is ugye, a kriminalizáció ezt jelenti. És hogyha már itt vagyunk, akkor hagyj idézem, ugye a civilizáció az ugye szó szerinti jelentése, Rotterdami Erasmus-tól származik, 1530-ban írt egy ilyen könyvet, viselkedésbeli jól neveltséget jelent. Ez a civilizáció. Na most, hogyha bárkit megkérdeznek, nem hoznak ilyen helyzetbe, mint műsorvezető, azt mondja, hogy gyakorlatilag nincs civilizáció. Mert nincs viselkedésbeli jól neveltség. Nem akarom így befejezni. Pedig az egy jó végszó volt. egy jó végszó volt. Sajnálom. Az emberiség ugye mindig visszatalált a damaszkoszi útra, de most azt látom, hogy sok varga betűt tettünk eddig. Hát és a jelenlegi helyzetben most nem menjünk bele, semmi jót nem jósol. Aramölgyi László, köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra, viszontlátásra.